Esik eső, nagy sár van a faluba, meglátszik a lobotlónak a nyoma. Gyere, babám, takarjuk be a nyomát, így is, úgy is te rád költöm az árát. A Csarondai férfi kórus szórakoztatta Vásárosnaményban a vadászati világkiállítás látogatóit. Ugyan a következő hetek elsődlegesen a természet szépségeinek bemutatásáról szólnak, kedden számos más érték is szerepet kapott. Megszólaltatták például a Hungarikumnak számító tárogatót, a Zema porcelán ékszereit is megtekinthették az érdeklődők, egy tálat pedig a megye különböző kulturális értékeibe adott betekintést. Amellett, hogy bemutatjuk azokat a megyei értékeket, amelyek a megyei értéktárban szerepelnek, egyrészt egy kiállítás keretében, amelyekben a természeti értékekre és a kastélyok kúriákra fókuszálunk, emellé egy kis kulturális műsorral és egy konferenciával is kedveskedünk az ide látogatóknak, a konferencia keretein belül pedig igyekszünk a megyei értéktár mellett azokra az értékekre fókuszálni, amelyek kötődnek egyrészt a vadászati kiállításhoz, hiszen azért a természeti értékeink itt a Berekben azért hiszem, hogy elég híresek, hiszen hogyha csak a lápokra gondolunk, a dzsungelgyümölcsösre, vagy éppen mondjuk akár a beregi vulkáni kúpokra, akkor azt hiszem, hogy nagyon sok minden van, amiről tudunk beszélni. De a természeti értékek mellett szeretnénk megmutatni azért egyéb Berekhez kötődő értékeket is. A vadászati kiállítás vasárnapi megnyitója közel 2000 embert vonzott Vásárosnaményba. Filip Sándor polgármester azt mondta, a helyiek büszkék a programsorozatra, a város pedig méltó helyszíne az országos eseménynek. Egy a természettel, ez a legfőbb mondandója ennek a kiállításnak, és nagyon sokan voltak itt a vasárnapi megnyitón, több mint 2000 ember tette tiszteletét, és adózott annak a rendkívüli nagy eseménynek, amelynek Vásárosnaményi egyik vidéki helyszíne, hiszen 50 év után, 1971-et követően 2021-ben mi is otthon adhatunk a vadászati kiállítás egyik vidéki helyszíneként. A Kárpát-medence állat és növényvilágát mutatja be ez a terem, de megtekinthetőek Észak-Amerika és Afrika természeti jellegzetességei is. A Vásárosnaményi vadász kiállítás 2017-től a megyei értéktár része, országos ismertségre pedig a mostani eseménynek köszönhetően tehet szert. A tálat megálmodójának az volt a célja, hogy ne csak a vadászat, hanem a magyarság történelmi szimbólumait is megmutassák az embereknek. Nagyon sok gyereket integráltunk az elmúlt időszak programjaiba. Nekem fontos az, hogy ne maga a vadászatot, hanem a történelmünket, mint honfoglaló magyarok, a következő sátorba be tudjuk mutatni a kereszténységünket, következő helyiségbe bemutattuk a természetvédelmet, és természetesen fontos részemről a képzőművészet, a népművészet, és ott a fafaragók mutatkoznak be. Csak azt követően mutatjuk meg az általam létrehozott 1800 négyzetméter, 200 preparátummal és közel 600 csonttrófával a maga a kiállítási teret. Az elmúlt napokban több ezren tekintették meg a kiállítást, melynek tematikus programjai egészen október 14-éig tartanak.